tegyük már egy kicsit tisztába, hogy mikor is van ez a Black Friday, ugye, ami magyarul azt jelenti, hogy fekete péntek, de nem igazán használják így itthon is, most már abszolút elterjedt a Black Friday, ez folyik a csapból ezek az akciók. És amiért ezt a videót szerettem volna fölvenni, különösen ide egy online marketinges csatornára, apropó Szilágyi Balázs vagyok, honlapra fel csatorna, iratkozz, hogyha még nem tetted meg, hogy már november közepe óta, sőt, már volt, aki már szeptemberben erről írt, de már november közepe óta minden péntek már Black Friday volt itt a reklámokban. Hogy nézzük már, hogy mikor van ez a Black Friday, mert a végén elmondom azt, hogy persze, ha akarod, akkor főleg május közepére is teheted, csak hogy legalább legyünk már tisztában vele, hogy mi ez. Black Friday Amerikából jön, ez Amerikában egy nagyon-nagyon bevett olyan nap, amikor tulajdonképpen mondhatni elkezdődik a karácsonyi leárazás. Magyarul ekkor nagyon-nagyon olcsón lehet dolgokhoz hozzájutni, ezt ugye lemásolták itthon is. Mint marketinges azt tudom mondani, hogy ez abban az értelemben teljesen rendben van, hogy nagyon sok másoknak a gondolatával ellentétben egyre kevésbé tudsz akciók nélkül eladni. Kell, hogy valamivel felkezd a figyelmedet. Oké, eddig ez van. Az egy más kérdés, hogy most le kellett-e valamit másolni, vagy nem. Mindegy, lemásoltuk, megszoktuk, hogy Amerikából jött dolgokat lemásolunk. De Black Friday-nak Amerikában abszolút megvan a maga időpontja. Ez pedig az amerikai hálaadási ünnep, ami mindig egy csütörtök, ezt követő péntek. Nyilván innen jön az már, hogy mivel ez Amerikában egy olyan szintű nemzeti ünnep, mint mondjuk nálunk az augusztus 20 körülbelül, és persze mindenki tudja, hogy ez mikor van, meg ez munkaszüneti nap, stb. Persze tudják, hogy oké, a Black Friday az utána lévő péntek. Itthon a hálaadást azt nem tartjuk, nem ünnepeljük, nem beszélünk róla. A hálaadás pedig nagyon egyszerű, minden év november, minden év novemberének a negyedik csütörtöke. Tehát teljesen mindegy, hogy hányadika van, ez mindig csütörtökre esik. És érdekes módon nálunk nincsen ilyen ünnepszámítása, mennyire én tudom, ezt úgy számítják, hogy megnézzük, hogy melyik a negyedik csütörtök. Ebben az évben, amit most írunk, 2019-ben ez a legkésőbbi időpont, mert hogy a november 1-e az péntek volt, és éppen ezért a negyedik csütörtök az a legkésőbbi lehetséges időpontra, azaz november 28-ára esik. Tehát november 28-a, azaz USA-ban, Amerikában egy nemzeti ünnep, bankszünnap, munkaszüneti nap, ez a hálaadás, és már még másik évben pedig a negyedik csütörtök. És az ezt követő nap az a Black Friday, ugye ebben még egy érdekesség van, az USA-ban halvány fogalmuk sincsen az olyan dolgokról, hogy mint mondjuk négy napos hétvége. Ha jól tudom, akkor van is erre törvény, hogy nem is lehet négy napos egy hétvége, tehát nem lehet négy egymást követő napon bankszünnap, hát ugye teljesen más hozzáállás a munka és a pénz világához. Tehát ott hiába minden hálaadás, ugye mindig csütörtökön van egy munkaszüneti nap, az azt követő péntek, az egy ugyanolyan normál munkanap, mint bármelyik másik munkanap. Persze kiveheti az ember szabadságként, de ez nem egy állami munkaszüneti nap, vagy átcserélt munkaszüneti nap, vagy bármi hasonló. Tehát ez egy munkanap, amikor nyitva vannak a boltok, és ugye ez az a Black Friday, tehát a negyedik, november 4-dik csütörtökét követő péntek, amikor ezek az akciók megtörténnek. Úgyhogy ha azt szeretnéd tudni, hogy az igazi Black Friday, tehát az Amerikából kiindult Black Friday, vagy az Amerikában megtartott Black Friday időpontja mikor van, akkor az 2019-ben november 29, minden másik évben pedig a negyedik, november 4-dik csütörtökét követő péntek. Ugye, és az elején még ígértem annyit, hadd tegyem hozzá, hogy nyilván mindenki akkor tart egy ilyen ünnepet, főleg, hogyha egy országban ennek nincsen hagyomány, amikor akarja. Tehát alapvetően senkit nem akadályoz meg semmi abban, hogy nem tudom, már november második péntek, az, ami már akkor elkezdték ezt, vagy akkor láttam először, hogy elkezdték Black Friday nyomni, az Black Friday-ként tartsa. Még csak azt sem akadályoz meg senkit, hogy az év 52 péntekét Black Friday-ként tartsa, de azt gondolom, hogyha valamit átveszünk, megváltoztathatjuk, de legalább jó tisztában lenni azzal, hogy honnan is eredt az a szokás, mi annak az eredete, és eredeti formájában ezt hogy tartják. Remélem, hogy segítettem ezzel neked, hogyha vásárló vagy, akkor bármikor, amikor akciót adnak, akkor persze használd ki, hogyha marketinges vagy, akkor bármikor találhatsz rá alkalmat, hogy akciózzál. Amerikában a Black Friday az november 4-dik csütörtökét követ.
követő péntek. Hogyha segítettem, hogyha érdekes volt, hogyha bármi tippet kapjáltál, nyomj egy lájkot, hogyha nem, akkor nyomj egy ilyet. Iratkozz fel a honlapra, fel csatornára, hogyha még nem tetted meg, és köszönöm, hogy itt voltál.